bukovinai találkozások, több száz fellépő, több ezer vendég. Rendelőfelújítások, három házi orvosi praxis is megszépül Pakson. Fürdőnap, a nagy családosoknak kedvezett Szekszárd városa. Születésnap, 100 éves nénit köszöntöttek Simon tornyán. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Hétvégén zajlott Bonyhádon a bukovinai találkozások nemzetközi folklórfesztivál. A hagyományőrző programon több száz fellépő mutatkozott be, nem csak bukovinai székelyek, hanem a Kárpát-medencében élő más népcsoportok képviselői is. A Magyarországon 1997 óta megrendezett nemzetközi folklórfesztivál rendezvényei Lengyelországban kezdődnek, a Bonyhádi majd egy romániai fesztivál mellett Ukrajnában, Bukovina központjában, Csernovicban is zajlanak rendezvények. A hónapokon át tartó programsorozata a bukovinai székelység legnagyobb modernkori ünnepe. A fesztivál célja kezdetektől az, hogy bemutassuk a bukovinai székelység és a történelmünk során az őseinkkel kapcsolatba került más népcsoportok egymásra folyamatosan ható kulturális kincseit. Németországi barátaink gyakran beszélnek Bukovináról kelet-európai Svájcként, a népcsoportok békés együttműködésére utalva. Nekünk az a célunk, hogy ezt az évszázados hagyományt életben tartsuk, erre pedig kiváló alkalom a Bonyhádi Fesztivál, mondja a bukovinai találkozások lengyel fesztivál igazgatója. A Nemzetpolitikai Államtitkárság megalakulása óta támogatja a bonyhádi bukovinai találkozásokat. Részben ennek is köszönhető, hogy a fesztivál mostanra a Kárpát-medencében egymás mellett élő népcsoportok sokszínűségét képes bemutatni. Ezt mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkára a rendezvény megnyitóján. Nem csak székelyek vannak itt, hanem a fesztiválunknak az érdekessége az, hogy a valaha Bukovinában élt és a most ott élő népcsoportok, ukránok, lengyelek, sokszor bekapcsolódnak a németek, románok és székelyek együtt találkoznak itt Bonyhádon, illetve azokban az országokban, ahol ezek a bukovinai népek élnek. Pozsony, Zenta, Ledva, Eszék és Székesfehérvár után itt a bonyhádi bukovinai találkozásokon is bemutatták a Magyarság háza által a Mátyás király emlékév keretében összeállított Mecénás és Katona című tárlatot. A vándorkiállítás korszerű módon mutatja be Mátyás király uralkodását a Kárpát-medence 10 pontján írott szövegeken keresztül. Elsősorban a kultúrát támogató, illetve a zsoldos hadsereget szervező, hódító Mátyásra utalnak, tehát ezt az oldalát domborítja ki leginkább a kiállítás, és valóban olyan egyedi szövegek ezek, amelyek érdemesek voltak arra, hogy bárhol megismerjék Lendvától egészen a Csángóföldig. A 29. bukovinai találkozások nemzetközi rendezvényei augusztus 27-én Lengyelországban érnek véget. Közel 60 főből álló székely és más népekhez tartozó, hagyományokat ápoló ukrán csoportot fogadtak Kétyen a református templomban. Az ünnepi műsor és istentisztelet a 29. alkalommal megszervezett bukovinai találkozások nemzetközi folklórfesztivál része volt. A rendezvény célja, mint a szervezők mondták, hogy megismerjék egymás szokásait a Bukovinában élő és egykor élt etnikumok. Kitekintés a bukovinai fesztiválról. A 15. alkalommal fogadunk így vendéget is. Hát 97 óta, 20 éve, hogy működünk. Hát célunk a hagyományőrzés, a szüleinktől hallott dalokat, a bukovinai dalokat, hát továbbítsuk. Az úton álló személyautóba ütközött egy másik kocsi szombaton kora este Bonyhád és Nagymányok között. A hátulról érkező autó sofőrje valószínűleg figyelmetlenség miatt nem vette észre, hogy megállt az előtte haladó vétlen jármű. A balesetben egy személy sérült meg. Tolna megyében a rendőrök az elmúlt 48 órában további 7 baleset helyszínén intézkedtek. Pakson 3 orvosi rendelő felújítása van folyamatban vagy tervben 25 millió forintos önkormányzati forrásból. Jelenleg a Deák Ferenc utcában a 2 gyermekorvosi rendelő munkálatai zajlanak, a Barátság úton a 7-es számú körzetet ellátó rendelőben pedig szeptemberben kezdődnek a munkálatok.
Érkezésünkkor is javában zajlanak a felújítási munkálatok a Deák Ferenc utcai rendelőben Pakson. Angyalosi doktornő augusztusi nyugdíjba vonulásával már is nekifogtak a gyermekorvosi rendelő újjávarázsolásának. Beázott, omlott a vakolat, ilyen körülmények uralkodtak, mutatja a főorvos. De az odáig le volt gyűlve a fal. Komplett felújításra van szükség itt is, mondja dr. Botnár Imre. Majd átlépünk Egri Tibor egykori rendelőjébe, ahol már végeztek a munkálatokkal. A műszerek és a butorzat is elavult volt. Ezt is kicserélték, de az elektromos és vízhálózatot is érintette, és érinti a felújítás. Tartalmazó szekrényeken keresztül a bútorzat, a vizes rész felújítva. Sorolja a főigazgató a részleteket, itt már helyettesítéssel folyik is a rendelés. Egri doktor úr váratlan halálával és angyalosi doktornő nyugdíjba vonulásával a két gyermekorvosi körzet működtetését átvette a gyógyászati központ. Ők kezdték meg a teljes körű felújítást. A jelen pillanatban a saját költségvetésünkből indultunk, és amikor látjuk a végét, akkor az önkormányzattól van ígéretünk, hogy kompenzálja a költségvetésünkben. Szeptemberben a Barátságúton folytatódnak a felújítási munkálatok a nyugdíjba vonult dr. Kassa Irén rendelőjében. A három orvosi rendelő komplett felújítása hozzávetőlegesen 25 millió forintjába kerül a városnak. Országos jelenség, hogy egyre nehezebb gyermekorvosokat találni. Az ideális körülmények ösztől talán vonzóbbá tehetik Paksnak-e körzeteit. Ezen a héten is folytatják a NAV ellenőrei Tolna megyében a számla és nyugtaadás, valamint az online pénztárgépek használatának ellenőrzését. A revizorok a vendéglátóhelyeken, a kávézókban, cukrászdákban és fagylaltozókban is megjelenhetnek. Az ellenőrzések során a foglalkoztatás szabályszerűségét és az áruk eredetét is vizsgálják a NAV munkatársai, ahol a pénztárgép által továbbított adatok ezt indokolják, vagyis gyanúsan alacsonynak tűnik a hatóság felé továbbított bevétel, ott forgalomszámlálásra is számíthatnak a kereskedők, vendéglátósok. Több százan fogadták el Szekszárd nagycsaládosoknak szóló meghívását szombaton a helyi strandra. A városban 5 éve hagyomány, hogy az önkormányzat nyáron így kedveskedik a sok gyermeket nevelő családoknak. Rekkenő hőség várta a vendégeket a fürdőbe. Jöttek is szép számmal, már reggel az utcáig ért a sor. Kaszó család vagyunk. Kaszóék hatan érkeztek a nagycsaládos fürdőnapra. Szekszárdváros 5 éve minden nyáron vendégül látja a sok gyermeket nevelőket egy kikapcsolódásra. Idén a mellépő mellé még étel és italjegy is járt. A számítások szerint megközelítően egy 5 fős család esetében közel 10 000 forintot takaríthattak így meg. Egy évről évre nő az ide ellátogatók száma. Az idei esztendőben egy sikerült csúcsot dönteni, hogy 95 család fogadta el a város meghívását. Ez több mint 530 személyt jelent. Azt kell, hogy mondjam érdekességként, hogy a legnagyobb család az 21 fős. Természetesen csak szekszári családokról van szó, hiszen a címkártyával kellett igazolni, hogy itt laknak, és ezért volt szükség előzetes regisztrációra is. Több 10 fő fölötti van, de átlagosan azt mondhatjuk, hogy 6 és 7 fő között van a családoknak a létszáma. Kaszóék azt mesélik, ezek a napok azért is jók, mert ilyenkor találkozni tudnak egymással. Már számítunk is erre a meglepetésre évről évre, de most abból a szempontból igazán meglepő volt, hogy mi a házassági évfordulónkra kaptuk. Úgyhogy ilyen értelemben ez meglepetés volt, mert azt hiszem különböző időpontok vannak. Volt már olyan, hogy augusztus legvégén volt, és most augusztus első hétvégére. Ács Ezső azt mondta, ezekkel az apró gesztusokkal szeretné a város segíteni azokat, akik sok gyermeket vállaltak. Ez a nap legfőbb üzenete. Egyre többen tudtak elhelyezkedni Tolna megyében és országosan is április és június között a KSH legfrissebb adatai szerint az egy évvel korábbi számokhoz képest. Ennek ellenére Tolna megyében és a Dél-Dunántúlon nőtt legkisebb mértékben a foglalkoztatottság a vizsgált időszakban. A statisztikai hivatal szerint az országnak ezen a részén a munkaképes lakosság 64,7%-ának van fix állása, míg a legnagyobb növekedést mutató Nyugat-Dunántúli régióban a lakosság közel 74%-a mondhatja el ugyanezt magáról.
Már Tolna megyében is elkezdte kiszállítani a tankönyveket a könyvtárellátó non-profit Kft. Az általános és középiskolákba. Az alaprendelések 12,5 millió tankönyve augusztus végéig érkezik meg az intézményekbe. A pótrendeléseket augusztus 20-a után fogadja a kelló szeptember 15-ig. A kiszállítás szeptember utolsó hetétől kezdődik. Az iskolák több mint 3300 tételből választhattak. 100. születésnapját ünnepelte Simon Tornyán Bakonyi Józsefné. A város legidősebb emberét az egész család körülvette az ünnepi ebéden, ami az utolsó pillanatig meglepetés volt Juliska néni számára. Így érkezett meg Juliska néni, akit két unokája kísért a helyszínre. Az egész család egybe gyűlt Simon tornyán, hogy felköszöntsék a Tédit, aki 100. születésnapját ünnepelte. A család a partiról gondosan hallgatott, így Juliska néni számára valóban igazi meglepetés volt, hogy minden rokonát egyszerre láthatta. Juliska néni legidősebb fia is el volt 80 esztendős. Én mindig a jóra neveltem, 5 gyereket fölneveltem, 4 öreget elgondoztam, és azért nem mehettem tovább tanulni, mert le voltam kötve. Simon Tornya legöregebb asszonya láthatóan korához képest is jó fizikai és szellemi frissességnek örvend. A családtagok jobban meghatódtak a köszöntés során, mint maga az ünnepel. Csőszné Karcedit polgármester már 10 esztendeje minden évben meglátogatja születésnapján Simon Tornya legöregebb emberét. Nagyon szerencsés az a család, akinél 4 generáció lehet. Igazán akkor tudja az ember, amikor körülötte van a nagymama, a dédmama, a gyermek, és nagyon boldog vagyok, hogy szellemében egy friss 100 évest köszöntetek a városba. Huszonhat fogat indult a legjobb helyért a Szedresi Lovas udvarházban, ahol 24. alkalommal rendezték meg a bajnokságot. Pónik és kettes fogatok vegyesen. A kettes fogatoknak lesz 3 forduló, egy a C kategória, egy D kategória, és van egy elektrolit kupa. A póniknál egy csak C kategóriás van, és van az elektrolit kupa, tehát összesen 5 fordulós lesz az egész verseny. Szedres polgármestere hangsúlyozta, egyik fontos üzenete a versenynek, hogy a településhez köthető lovas hagyományokat ápolni kívánják. Tisztelgünk az elődök előtt, tisztelgünk Garai Ákos előtt, aki ugye Szedres apáti puszta születte, és ugye a lovak ábrázolásával a lovakért nagyon sokat tett, és művészi fokon valósította ezt meg. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen fontos, és bízom benne, hogy hosszú ideig még a jövőben is fontos lesz. Király János Tengelicről érkezett, régóta dolgozik lovakkal, a fogadhajtással, versenyzéssel 12 éve kezdett foglalkozni itt, Szedresben. Saját fogataink vannak, és mi minden évben a családdal, majdnem, hogy minden évben új fogat találunk elő. Per pillanat is 2 fiatal lóva álltunk ki, és ezek most vannak így összefogva a 3. versenyen. Megyénként 3 versenyző vehet részt az országos C kategóriás megmérettetésen, tehát innen a 3 legjobb fogat képviseli magát Tolna megye színeiben. Somogy és Baranya megyék híreivel folytatjuk. Üres ipari park, elszalasztott lehetőségek, a miniszterhez fordul egy pécsi politikus. Már nincsenek durva szabálytalanságok, folyamatosan ellenőrzi a balatoni vendéglátósokat az adóhatóság. Szárnyalakú madárvédelmi eszköz, mérnökhallgatók ötleteit teszteli az EOR. Lekerült a gazdasági térképről Pécs, mondja az Összefogás Pécsért Egyesület politikusa. Kővári János szerint nincs olyan portfóliója a városnak, ami alapján sikeresen versenyezhetne a nagy multicégek megszerzéséért. Példaként a BMW debreceni betelepülését említette, amit Baranyában is megvalósíthattak volna.
Déli ipari park hirdeti a tábla a Reménypusztai körforgalomnál, azonban a területen nincsenek betelepült cégek. Az Összefogás Pécsért Egyesület önkormányzati képviselője azt mondja, akár ide is jöhetett volna a BMW gyár. Föl sem merült az a lehetőség sajnos, hogy a Pécsi ipari parkba települjön a BMW. És ennek nem az az akadálya, hogy nincsen elég terület, vagy hogy a reptér messze lenne, hiszen a reptér innen pontosan 2 percre van autóval. Az autópályát is innen lehet látni, ez keresztül szeli a Pécsi Ipari Parkot. Infrastruktúrálisan álltuk volna a versenyt Debrecennel. Közel 200 hektáros a Déli Ipari Park, aminek döntő része önkormányzati tulajdon, csak egy kis hányada egy osztrák cégé. Így Pécset nem kellene területet vásárolni, mint Debrecenben. Ott az ipari park kialakítására 44 milliárdot vesz fel a város. Pécsen nem kellett volna ennyi, sorolja a képviselő. Szerinte lekerült a Baranyai megyeszékhely a kormányzat gazdasági térképéről, ezért nem ide települnek a nagy autógyárak. A szakminiszterhez fordul. Megkeresem Szijjártó külgazdasági és külügyi miniszter urat augusztus végén, szeptember elején, legkésőbb a szabadságából, ha visszajött. Ugyanis számunkra az derült ki, hogy leginkább nem vagyunk a térképen. Amikor nagy cégek, multinacionális cégek megkeresik a kormányzatot, hogy keressenek maguknak helyet, ott nem vagyunk fönt a térképen, és én szeretném, hogyha ez változna. Pécsen úgy alakítottak ki közművesített ipari parkot 100 milliókért, hogy nem tudták, ki jön ide. Pedig fordítva kellene, a befektető igényeihez igazítva, mondja a politikus. A kecskeméti Mercedes gyár éppen 3 milliárd forint iparűzési adót fizet a városnak. Ez az összeg működőképessé tenné Pécset, mondja Kővári. Szerinte elég munkaerő is lenne a városban és környékén, hogy egy nagy autógyár letelepedhessen itt. Hetek óta tartanak ellenőrzéseket a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai országszerte a strandi büfékben, szórakozó helyeken. A balatoni vendéglátóhelyek sem kivételek, a legtöbb esetben már nincsenek durva szabálytalanságok. Nagy üzem van ebben a balatoni büfében is. Vezetője már régóta a vendéglátásban dolgozik, így nem lepődik meg az adóhatóság ellenőrzésein a szezon kellős közepén. Hát minden ellenőrzés anonim. Tehát először is vásárolnak, adunk nyugtát, és utána felfedik magukat. Nem minden esetben szokták, most már egy párszor volt az idén, akkor jönnek, és akkor a nyugtadásnak ugye eleget tettünk. Közben minden már megnéztük a pénztárgépeket, a pénztárellenzés, hogy elég a pénz is stimmel-e a kasszába, akkor a szoros számadásra kötelezett nyomtatványokat nézték. Az üzletvezető elmondta, háromszor voltak 2 hét leforgása alatt ellenőrizni a NAV munkatársai, és minden alkalommal rendben találtak mindent. A vendégek sem panaszkodnak, hiszen vásárlásaik után mindig kapnak nyugtát. Mindig kapunk, úgyhogy hál' Istennek megismerjük ezt a dolgot, mert mi is kereskedelme dolgozunk, nekünk is kötelező adnunk. De mondjuk, ha nem kapok, akkor se kétségbe, de van. Nem csak ebben a büfében kapnak a fogyasztók vásárlásaik után blokkot. Egy hónap ezelőtt voltunk Zamárdiba, a gyereket vittem oda, de ott is adtak számlát. Tehát rendesen adták, hogy semmi gondban volt. A siófoki üzlet vezetője szerint nem lehet megtenni, hogy nem adnak nyugtát vagy számlát, hiszen akkor a kiadási és bevételi oldal aránytalanul nagy különbségeket mutatna. 29 éve dolgozunk itt, és elég nagy forgalmi üzlet, rengeteg számla van. Ha nem ütnénk a gépet, kicsit furcsa lenne, egyenesen arányos, az áru bejön, ott a számla minden számlára jön, akkor a bevételnek is kell lenni, tehát ütni kell a gépet mindenképpen. Az ellenőrzések tovább folytatódnak augusztusban is a Balaton partján. Másfél méter címmel indult kampány a kerékpárosok védelmében Magyarországon. Gyakran látni Pécset és környékén is, hogy az autósok nem tartanak megfelelő oldaltávolságot a kerékpárosok előzésekor. Ezen szeretnének változtatni a kampányt elindítók. Céljuk, hogy a Kreszbe bekerüljön, másfél méter oldaltávolságot kell tartani az autósoknak a biciklisek előzésénél. Amíg megszületik a törvénymódosítás, addig szemléletformáló kampányba kezdtek egy ismert blogger bevonásával. Fejkamerával rögzítette saját balesetét Budapesten az a biciklis, akit egy autóbusz sodort el. Jól látható a felvételen, hogy nem tartotta be a jármű az előzéshez szükséges oldaltávolságot. Ezért sérült meg súlyosan a kerékpáros, a mentőknek kórházba kellett szállítaniuk.
Az ilyen balesetek elkerülését akarja elérni egy most indult országos kampány másfél méter címmel. Ez az a távolság, amire nagyjából szükség van. A KRESZ módosítását kérte a Kerékpáros Klub, a Kerékpáros Miskolc Egyesülettel közösen. Ez már több mint egy éve megtörtént, és amíg ez nem történik meg, addig is nagyon fontos, hogy ezt az emberekben tudatosítsuk, hogy egy másfél méter oldaltávolsággal kell előzni a biztonság érdekében. A jelenlegi KRESZ szerint megfelelő oldaltávolsággal kell megelőzni a biciklist. Azonban ez értelmezés kérdése. Ki mit tart megfelelőnek? Fél méterrel megelőzni valakit, aki biciklizik, az nagyon kevés, mert biciklivel akármikor korrigálni lehet egy kátyú miatt, egy törött üveg miatt, szemét miatt, vagy elép egy gyalogos az útra, és hogyha nem tartunk egy másfél méter oldaltávolságot, akkor abból könnyen baleset lehet, és pont az a kezdeményezés, hogy a KRESZ-be vezessék be azt, hogy kötelező legyen egy vagy másfél méter oldaltávolságot tartani, településen belül egy méter, településen kívül másfél méterről szól pontosan a javaslat. A kampányt az Aktív Magyarországért felelős kormány biztos indította. Már honlapjuk is van, ahová Magyarósi Csaba is készített figyelemfelhívó videót. Vigyázzatok magatokra, mert Magyarországon évente 100-an halnak meg bringázás közben, és ez az EU-s átlag duplája. A kampányhoz csatlakozott a Tour de Hongrie főszervezője, valamint a hazai kerékpáros szervezetek. Így a Pécsi szervezettel is rendelkező Magyar Kerékpáros Klub. A kezdeményezők azt remélik, 2019-re javaslataik szerint módosítják a KRESZ-t. Így kötelező lesz majd megtartani a kerékpárosok előzésénél a másfél méteres oldaltávolságot. Mérnök hallgatók ötletét teszteli az EON, a tavaszi Vigyázza Madárra elnevezésű ötletversenyén első helyezést elért csapat újszerű elgondolását, a madárszárny alakú szigetelőanyagból készült madárterelőket Kőszegen állították fel. A vállalat célja, hogy sorozatgyártásba kerüljön az eszköz, ezzel pedig nagy mértékben csökkentenék az áramvezetékek miatt megsérülő madarak számát. Magyar mérnök hallgatók madárvédelmi ötletét teszteli az EON. A vállalat munkatársa elmondta, a cég folyamatosan beépíti hálózatába a már ismert technológiákat. Keressük azokat az innovatív megközelítéseket is, amikkel esetleg talán még jobban is lehetne kezelni ezt a kérdést, és még inkább csökkenteni a madárpusztulások számát. Ezért egy innovációs ötletversenyt hirdettünk, ahova különböző területekről érkeztek csapatok. Ezt a versenyt áprilisban tartották Vigyázz a madárra címmel. Most a megmérettetésen első helyezést elért ötletet valósítja meg a vállalat. Ez egy madárvédelmi terelő, mely egy szigetelőanyagból készült szárnyformájú. Aminek a gyakorlati megvalósítása most kezdődik. Az első mintadarabot azt Kőszegen helyezték most ki. Megfigyeljük, hogy a madarak hogy reagálnak rá, majd következő lépésben azt tervezzük, hogy az EON szigetvári tampájáján már a valós 8-12 méteres magasságban fogjuk tovább tesztelni ezeket az eszközöket. Az energiavállalat célja, hogy végleges, gyártásba adható, tömegesen alkalmazható megoldás szülessen, amivel radikálisan csökkenthető az áramvezetékek miatt megsérülő madarak száma. A népi kultúrával, az elődök mindennapi életével ismerkedtek a gyerekek a Szennai Skanzenben. A Körmönfont táborban a tradicionális népi hangszereket is bemutatták. A gyerekek azt mondták, tablet és telefon nélkül is jól tudják érezni magukat a programokon. Ezt mire használják egyébként ezt a kereplőt, azon kívül, hogy titeket terelgetnek? Pontos, ez tökéletes. Nem csak az ajkeltő eszközökkel, hanem a régi népi hangszerekkel is megismerkedtek a gyerekek a Szennai Skanzenban. A korábbi hömbölgő tábort keresztelték át idén Körmönfont táborra. A név ugyan változott, de a célkitűzés nem, megismertetni a gyerekeket az elődök mindennapjaival. Nagyon fontos az, hogy egy olyan környezetben vannak, és egy olyan életet ismerhetnek meg tulajdonképpen egy skanzenben, tehát fontos egy skanzennek tulajdonképpen azon a küldetésén kívül, hogy tárgyakat, illetve épületeket mutat be, hogy egyfajta régi életmód lehetőségét is, régi életmód megismerésének a lehetőségét is biztosítjuk a gyerekeknek. Az úgynevezett árokcicázás a gyerekek egyik kedvenc játéka lett a foglalkozások között. A programokon is játszva tanultak a táborozók a régi idők életéről. Tanulunk
olyan dolgokat, amit régen szoktak csinálni, amit régen csináltak az emberek. És megtanulták a gyerekek azt is, hogy miben változott a világ 100-150 évvel ezelőtthöz képest. Nem volt lámpa, a bárányoknak a szőréből csináltak ruhákat. A tábor ideje alatt a gyerekek olyan játékokat játszottak és olyan eszközökkel, amelyeket a régi idők gyerekei is kedveltek. Próbáltam gólyalábazni, de nem sikerült, nem ilyen. És azt se értettem meg jól, hogy hogyan lehetett a régi gyerekeknek ilyen jó. De jó volt akkor a régi gyerekeknek is, tablet nélkül például? Hát, nekem sincs tablet, nem is megélek. Idén 28 kisgyerek ismerte meg játszva a Senna és Kanzent és a régi idők életformáját. Végül a legfontosabbak, még egyszer röviden. Bukovinai találkozások, több száz fellépő, több ezer vendég. Rendelőfelújítások, három házi orvosi praxis is megszépül Pakson. Fürdőnap, a nagycsaládosoknak kedvezett Szekszárd városa. Születésnap, 100 éves nénit köszöntöttek Simon tornyán. Kedden is alapvetően napos igazi nyaralóidőre számíthatunk gomoly felhőképződéssel, csapadék az ország döntő részén így itt sem várható, de kis területeken előfordulhat egy-egy helyi záporeső, illetve zivatar. A légmozgás általában gyengének ígérkezik, csupán zivatar környezetében erősödhet meg. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkeltheti, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikére. Viszontlátásra!